Hát szép jó estét mindenkinek, szervusztok, Gábor vagyok és a Tech Barátot nézitek. Folytatjuk a Call of Duty Black Ops 2 játékot, mivel hát hétfő van. Remélem, hogy mindenkinek nagyon jól telt a hosszú hétvégéje, nekem extra hosszú hétvégén volt, mert én már csütörtökön kivettem egy nap szabadságot, mert áramszünet volt délelőtt itthon, és hát mi más csináljon az ember, nyilván akkor kiveszi a szabadságát. Szia Nyuszika, szia Moki! Szóval kivettem a szabadságomat, úgyhogy én már csütörtöktől kezdve mondhatom azt, hogy végig is pihentem, de azért nyilván volt munka, ugye haladtam tesztekkel, ahogy mondtam már, talán a szombati live-ban, hogy érkezik most szerdán egy újabb teszt, illetve összehasonlítása három tabletnek is, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, hogy ha éppen mondjuk tabletvásárlás előtt álltok, vagy pusztán csak a kíváncsiság vezére, hogy manapság 2021-nek úgy a közepén a Mi Pad 4, ami már mondjuk egy régebbi tablet, körülbelül 3 éves, ugye idén jelent meg, nemrég jelentették be a Mi Pad 5-öt a Xiaomi-tól, és állítólag ősztől már itthon is kapható lesz, az még titok egyelőre, hogy mennyiért, milyen áron. Tehát, hogy a Mi Pad 4, ami egy nagyon-nagyon jó tablet volt abban az időben, de szerintem még manapság is, a Teclast M40 SE, vagy pedig egy Samsung Galaxy Tab S6 Lite az, ami kijöhet ebből a versenyből győztesen, úgyhogy ez majd szerdán kiderül. Csoki helyett lecsó volt, hát majdnem azonos értékű, végül is ugye van olyan, hogy csilis csoki, tehát igazából, hogyha lecsóba belecsempésztek mondjuk egy kis torta bevonót, vagy valami ilyesmit, akkor lehet, hogy vagy megcukroztad, akkor tulajdonképpen lehet, hogy végül is a lecsó az nem rossz ízé, cukrosan nem. Nem tudom, lehet, hogy ki kéne próbálni egyszer. Na, szóval mi pedig ott tartottunk, hogy Call of Duty, Resume Story, és ugye hát a szokás szerint, most nem dobja föl, de földobja, hát New Strike Force Mission is available, hát nyilván nem fogunk New Strike Force Mission-t izélni, mert ugye itt azt írja, hogy ez is van, meg ez is van, és ez fantasztikus. Tehát, hogy ugye egyszer kénytelen voltam egy ilyet végigjátszani, azt láthattátok kb. 2 adással ezelőtt, amikor azt tudtam, hogy mi az anyámat kell csinálni. Bementem a végén a terembe, amit védeni kellett, azt védtük és kempeltük, de igazából tehát az, hogy én most ilyen robotokat irányítsak, meg az enemy ellen, és hogy ezt az egységet ide, a másikat oda, az egyik az ilyen robotkutya, a másik az a robotpók, a harmadik meg valami emberi osztag, tehát nem. Mindenki maradjon a helyén, gyűjjünk össze, és akkor védjük az összes bejáratot, ahonnan tudnak jönni, aztán aki mozog, azt lőjük, nem? Tehát ez a lényeg. Úgyhogy hát ilyen favágó módon végül is megcsináltam azt a pályát, de nem hiszem, hogy annyira érdekelne engem, de szerintem titeket sem az, hogy most én itt tovább szenvedjek. Na, hát van egy KAP 40-esünk, szerintem ez félreforma tervezték, tehát a 3D nyomtató egy kicsit megszaladt, és csinált egy ilyen, hát nem tudom, tehát, mert ugye a töltények azok itt vannak, tehát nem tudom, hogy mi van itt, itt halacskák úszkálnak ebben, vagy nem tudom, vagy ebben van az elemózsia, ide tudom tenni a szendót. Na mindegy, szóval jó, hát ez ilyen futurisztikus játék, mert a Black Ops az már, sőt azt mondta egyik kollégám, hogy a Black Ops 3 az már az űrben fog játszódni, vagy mit tudom, hogy jó, tehát az már nagyon a jövő. Hát mondjuk én annyira nem nagyon kezdek el a játékokért, mármint az űrben játszódó, ezek az ilyen futurisztikus csillagok háborúja, és egy olyan, azt csak azért csináltam, mert annak volt valami, tehát nyilván volt egy filmes előzménye, és egy ilyen adaptációról volt szó, de azon kívül így, tehát hogyha ilyen lézerfegyverek, meg kardok, meg ilyen hasonlókról van szó, akkor én nem, engem, én egy vén vagyok már, engem, nekem űrlények, meg izzék azok, ne, jó? Ne. Enter. És akkor most megyünk a masonnal. Hát... Ja, ugye itt voltunk, amikor izé lehallgattuk azt a csávót. Hmm.
Oké, nem tudom, hogy mi történik, fingom nincsen, tehát menem, ezt üldözzük addig, oké. Útkori az nagyjából megvan, hogy követtük ezt a csávót, meg lehallgattuk, aztán azt hiszem menekülni kellett, ott megégett a haverunknak az arca, egy pöpet. Ez mi? Most át kell menni a security checkpointon, ami gondolom nem lesz annyira nehéz, mert csak sétálni kell? Tehát, hogy sétálunk. Halka játék? Várja már. Miért halka játék? Műha, ad nem lehet, hogy halka játék. Sound? Hát az egyesen van pedig. Ja. De. Beritok? Most milyen a játék? Most jobb lett? Egy fokkal várjatok már, srácok! Ne hagyjatok ki, te fogok tévedni. Halló. Itt nem tudok át... Mert nem tudok, takarodjál. Ja, igen. Ajaj, 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 hújúj. Na most már jobb lett a hang? Mokika! Eveg adtam rá, eveg a valamire a Windows hang az le volt véve. És mi is... Várjál. Akkor megpróbálok valamit. Hát pedig varázsoltam már. A desktop audio az meg 100%-on van, azon meg nem tudok, azzal nem tudok mit csinálni. Nem tudom. Nem tudom. De ezt húzzam följebb. Jó, megpróbálom akkor én is felhúzni. De hát elvég ugye fizikai hang, tehát a fizikai hangerő az nem ettől függ, mert ugye ez van ilyen fizikai szabályzó is. Tehát ugye ez nem... Nem hiszem, hogy ettől függne. De hát nézzük meg. Ha én üvöltve hallom, akkor lehet, hogy ti is üvöltve fogjátok hallani. Hát, bazd meg, a hangerőt állítottam, nyugi már. Menjünk már inkább izé, menjünk oda le, menjünk beachre. Hasszamat érdekel ez a Melendez, vagy Melendez, hát lerohanja a világot, ez van, hát valaki mindig lerohanja a világot, aztán majd... Igen? Na, igen? De gyere már ki a pofámból, hát beleláttam az agyába.
have union IDs. Okay, section, I'm in. Ezt nem tudom fölvenni. Colossus recently employed private military contractors to augment its regular security team. All ex-Cuban militia. No shit, we just ran into some of them. Jaj, hát egy pici pókunk van! Ja, hogy ez volt a Ziggy, mert ugye mondták a repülőgépen, hogy hát a Ziggy fogja megoldani majd a mi problémánkat, hogy itt jön be majd a Ziggy. Hát ő a Ziggy. Hát szia, Ziggy. Merre kell mennem? Ja, oda. Megyünk itt a... Ó, bazd meg. Ziggyt nem tudom irányítani, bazeg. Ziggy, ne bomolj. De hogy megyek át? Várjál már. De Ziggy. De hogy megyek? Ja, ott föl tudok mászni. Aha. Igen. Ó, bazd meg, ezt nem értem. Erre, ugye? Igen. Sikerült. Most ugranom kéne? Vagy átjönni itt a csövön? Ó, bazd meg. A csöveken kéne mennem, ugye? Mert itt ilyen izé, fújják a levegőt. Mi a fasz? Ja? Igen? Ajaj. Ajaj, Ziggy. Jaj. Ziggy meghalt. Tehát, jó. Eddig ez tiszta, hogy itt megyünk föl. Oké. Okay. Ja, várjál. Ja, hát itt... Aj, de hülye vagyok, hát itt föl kellett volna mászni csak. Ja. Mit kezdett csinálni? Scanning now. Hoppa. They're already inside the server room. Let's go. Come on. Ja, hogy közben letöltöttem már az adatot. Habla, bla, bla, ez az! Honnan lőttök? Na, azért. Jaj, nem tudom, mit csinálunk, betörünk most valamiért, valahova merendeznek, gondolom valamiről valami infót kell szerezni, de valaki írja meg, hogy mit csinálunk tulajdonképpen, de nem értem. Mit kell csinálni? D? D. De jó, nyom a D-t. D és az... Mi? Halló? Hát nyomtam, ezt nyomtam, Istenem.
Hát a D-t kell nyomni, és az egeret kell húzni, mint hogyha ugye én swipe-olás lenne, bazd meg. Hát de ez a csávó se tinderezett. Na. Gyerünk már, gyere! Add be! Tehát nyomom a duplavét, bazd meg, vagy a görgőt kell. Bazd meg, ezt nem hiszem el, hogy görgetni, és egyszer határozottam, vagy egyszerre, vagy mikor? Hát ezt nem hiszem el, bazd meg. Most lehet, hogy úgy nézek ki, mint aki ilyen ez az, de valójában igazából én csak az egeret mozgatom, próbálom fölfele irányba így föllehúzigálni, bazd meg tényleg az egeret, meg a duplavét, de közben jön gondolom a szevasz fletókám. Mi a pálya? Elkúrtad egy kicsit az estédet? Szóval most hiába nyomom, nem, duplavé. Ó, bazd meg, de... Ez kiderült, hogy a karma az nem egy, ez egy, nem egy, egy tárgy, egy fizikai valami, hanem egy, hát egy fizikai valami, csak egy nő. Ó, szegény. Checkpoint is rásholni kell, de kicsit, nagyon. Nos, mi újsága? Az országjárásoddal, Ferikém. Hm? Lári-fári. Ajaj, de sokan vagyunk. Júj, Feri, most kéne egy kis segítség. Kellenének az azonosító nélküli katonáid, akik szanaszét basszák a... Nem. Akikkel kilőjük az embereknek a szemét is, meg minden mását. Micsoda reflex, öcsém! Átugrunk, nem tud átugrani, beakadtam. Jó, nem akadtam be. De hogy az anyámba lát engem amúgy füstön keresztül? Tehát... De nincs már ilyen fegyverem, mi? Vegyük fel ezt. Hát ez milyen? Ez jó lesz ez nekem? Hát ez se jó. Ez jó. Ebbe 251 van. Hát... Jó. Na. Menjünk lifttel. Most miért nem velem jössz egy liftben? Hülye, büdös a szám vagy mi? Clarica? Na, mi menjünk bulikázni, figyeljetek! Jó napot!
Menjél meg gyorsabban, Istenem. Ja, a lábaimat itt se látom, hogy izé, a cségónál sem. Na mi ez, itt van az egész ellenzéki izé, összeborulás? Na hol van a csaj? Ja, még nem itt van. Úgy csak nehogy itt izé legyen. Úgy, köszi. Nehogy itt lemészároljuk az embereket, mert nem. Tehát az durva volt az izé, a Black Ops-ban, vagy ez a Modern Warfare volt, nem Black Ops. Szóval nagyon, az komoly, amikor a repülőteret ki kellett ugye izé írtani, az... Olyat nem akarunk. Na, hello! Jössz táncizni? Gyere már, faszom. Na erre emberek hogy tudnak bulizni? Itt vagyunk, hol vagy Harper? Ez az elve, ott a Harper. Hol? Ne bar... Mi ez, hogy túl menni, bazd meg? Hát... Hát akkor rock and roll! Gyerünk már! Gyerünk már! Ajaj, hujujuj. Hát ezzel még volt egy nagy fegyverem most. Ja, mert hogy ezzel nem mehettem be a klubba, értem. Remélem, ez a YouTube nem fog letiltani ezzel a fantasztikus izé, biztos copyright a zene. Most nem tudom, most mit csinálunk? Te most komolyan zenét hallgatunk, vagy mi a f... Na, gyerünk már! Gyilkolni akarok! Ja, nem. Mi a szar? Mi ez a hely? Ó, szegény, hát látszik, hogy nem erre van felkészülve. Csórikám. Mit vigyek el? De most ez melyik? Ez a fal? E meg M-tar suppressor. Hát van itt ilyen. Ez jó, nem? Ó, hát ez még jó, hogy jó lesz. Ez meg sniper puska? Oké. Jó, ez jó lesz. Ez tetszik. Zsír. Jött. Menjünk ezekkel. Hát nem, az nem kell. Kell majd. Szevasz, Kraftmester. Üdv. Menjünk ezzel a kicsi pityúval. Ez jó lesz. And be access. Ó. Oh. Wow. És ezzel mit tudok csinálni? Halló. Na mindegy. There.
kurva jó hallott, hogy ízét célzom, és jelzi pirossal, hogy hol az enemy. De nagyon jó. Egy Falkó menekül. Igen, nyisd szét valami harapófogóval. Ez... Igen. Igen, nem tudom, mit csinálunk, meg most miért csináljuk. Be akarunk menni valami farmer üzletbe. Akciósan volt itt valami gatya. Ez az! Az enyém mindjárt vonalkódos lesz az erőlködéstől. Jó. Jött, kijött egy kicsi... Ja, hogy ő védekezik, értem. Erre megyünk? Hallod? Menjetek már odébb. Ja, most akkor vagy rohanok izomból. Lőd már le, geci! De basz! Őrült le engem, de hogy az... Istenem, verjön meg! Jó, de valahogy volt egy checkpoint, aztán amikor jöttem fel a lépcsőn. Így van. Ja, hát nem. Nyugi, nem veszítjük el. Nyugi, nyugi. Menjél. Igen. Kicsit ketchupösök voltunk, de azért na. Hoppá, hát ha nem is sikerülne megállítani, azért esetleg így valamit, valami mást is csinálhatnánk, nem? Nem, mint hogyha ízért, tehát persze fontos a küldetés, meg merendeznek a kiiktatása, de hát ha nem lehet megállítani, akkor... Akkor sajnos kénytelenek vagyunk más elfoglaltságot keresni. Na jó. Oké. Schuffer with me. Na, végre. Frank Woods-szal megyünk. Ja, most akkor visszatérünk. Na, végre. Ezeket szeretem. Hát itt más nincs, ezek a szarságok vannak. Ezeket a jó kis missioneket szeretem. Na.
most akkor visszaemlékezünk arra, hogy Panamában mi történt. Ugye most a Woods meg a Mason. Most ezek a Woods, ezek szerint. Yep. Meet up with Mason and McKnight. Micsoda feladatok vannak, ő a Mason. Ezt nem értem, bazd meg, hogy ilyen bizonyos helyeken nem tud menni, tehát ilyen tetű lassan. Ne rinyáljál, mert hát bazd meg, miért lett katona? Ja. Ünni fogunk sörözni? Ja, én menjek be oda, oké. Tehát amíg ti söröztek, addig én... Most ezt nem értettem, hogy ilyen pornomagazinokat vittünk el az izétől, a McKnight-tól, vagy mi? Ott volt valami pucérnős kép. Ezzel kapjuk el az izé Noriegát. Megmutatunk neki pár mesztelen női fotót, eltereljük a figyelmét, és addig megöljük a Menendezt. Biztos ez lesz, mert hát ugye ő Dél-Amerikában nem nagyon látott még tuti izé pucérnőt. Á, ott nyilván Dél-Amerikában nem fordul elő. Mi csinálunk? Úszunk, vagy nem látok semmit, jó? Ho-ho! De vegyük már fel ezeket a... Ajaj!
Ez egy szar. Tehát cseréljük már erre. Ja, hát ez mondjuk ugyanaz a kettő. Na mindegy. Buenas, szevasz, faló. Igen, mit csinálunk? Ja, bemegyünk, értem, oké. Okay. Hát akkor bemegyünk. Egy ruha! Megint felvettünk egy ruhát. Ja, hogy az jó! Nagyon jó. Merre megyünk? Legyen már! Nézd meg, kinéz az ablakon, de nem, maga elé nem néz a hülyéje. Mit lövünk? Mit lövünk? Ajaj. Kit lövünk? Jó, megyünk. Te mit lősz engem? Bazzik, ebbe is lóvam a picsába. Ez kit lő? Kéne fegyó. Ez így már mindjárt más. Jövök. Csak kellett fegyver. Tiszta vagyok. Hát persze, fürödtem mielőtt jöttem volna bevetésre, úgyhogy... Hogy nem? Na, gyerünk! Nem tudom, kit kell megölni, de...
Ó, oh, bazzek, hát lehet, valami izgalmas ment. Ja, hogy őt azért kaptuk el, hogy valami ízét, mi ez ilyen börtöncsere, vagy tehát ilyen fogolycsere történjen, hogy Noriegát valakiért cserébe odaadjuk, és kérdés, hogy ki lehet annyira fontos. Itt egy autó, miért nem menjünk mindegy. Miért nem menjünk autóval? Mi a fasz? Az komoly, tehát kért izét, igen, most merre megyünk? Breach. Velem van? Nem. Kivel vannak? Nem tudok átugrani. Jaj. Nesze! Ajaj! Hát csak rásolni kellett meg fut, tehát na, ennyi volt az egész.
alig kellett ölni valakit. Így igazából a háborút így kell nyerni, el kell futni a golyó elől, aztán ennyi. És ki is van menekítve. Tehát ha én elfutok a golyó elől, akkor nyilván egy túszszal, akinek amúgy nincs meg töltényen sem, a fegyverében, azzal könnyebben kifut a másik is. Most miért nem szalad? Okay. Há, bazd meg, remélem, hogy még egy ilyen nem lesz, tehát ez... Bazd meg, ilyen redneckek támadnak rám, ez nem élem túl, hát tiszta ireg vagyok, gyerekek. Kirongyolnak rám így a sötét szobában, de amúgy a kérdésem, hogy addig mi az anyámat csináltak ott, tehát ott ültek napokon át a sötét szobában, és így vártak rám, vagy mi? Help. Megint lesz valami, fogadjunk? Ja nem, ez a... Új, mi... Ajaj. Nem sikerült. Nem tudom, nekem ez a rásolós ízével nincsen szerencsém. Tehát, hogy jó, akkor még egyszer neki futunk. Jaj, oké, futás. De miért nem? Tehát nyomom bazd meg a shiftet, meg a izét. A futást is, picsába. Jó. Gunship strike inbound, ez az, gyerünk, futás, mi az anyámé? Nem tudod, na végre bazd meg. Az igen. Gyerünk, remélem, hogy rohanni kell most is. Gyerekek, végre megérkeztünk, kiszáll, leszállítottuk, és... De most nem fog téged ünnepen senki hallod. Integet, bazzeg. A CIA és ugye a Hudson a CIA és ugye, ha jól emlékszem, az a ő szülőhajó.
Most ugye azt kérdeztük, hogy ki az, akire el akarjuk cserélni a Norégát, mert ki az, aki fontosabb a Norégáne. Most ez nem derült ki. Annyit mondod, hogy bíz bennem. Hát jó, hát nem tudunk más tenni. Más szem egy kicsit gyors, nézd meg, tehát mint anyám, mint hogyha kimenne. De sőt, még anyám is gyorsabban, nézd meg. Esetleg fölgyorsulnál? Léci, köszi. De az a Menendez. De most ne bassz! Íj, bassz meg! Ott van a... bassz meg! De várjál, tehát akkor a... Tehát akkor a Hudson az benne volt a CIA és csávó, mert neki akkor tudnia kellett, hogy nem is a Menendez van ott, hanem a izé. És ugye ő megmondta, hogy hát bíz benne, bíz. És akkor most mesélj el izé fiának. Az komoly. Bazd, azt a rohadt! Felt tonight. You will remember all the years of anger.
Csak azt nem értem, hogy mi, de a Hudson-t hogy kapták, vagy... Tehát valamikor a Hudson-t ugye nekik el kellett, hogy kapni, mert a Hudson az ugye végig utasításokat adott, hogy, hogy akkor nem kell kimenekíteni, vagy nem kell mit tudom, mit csinálni ezzel a Noriegával, hanem vigyék el valahova. Tehát akkor már, akkor őt már elkapták elvileg. Hát ez komoly. Strike Force failed. Ó, valami failed. Na mindegy. Ó, és Fariddal megyünk, capture Raúl Menendez. Na jó, nézzünk bele, hogy hogyan indul a pálya, de hát ezt már azért nem fogom végigtolni. Tehát ezeket akarja Menendez ugye megtámadni. Ajjaj, tehát holnap készül megtámadni egyszerre Amerikát és Kínát, hogy gondolom azt higgyék, hogy ugye egymást támadták meg, ugye két nagy hatalom. Ja. Hát igen, most felmerül a kérdés, hogy ez mennyire csapda vagy nem, mert ugye Menendez eddig ugyanúgy tehát játszott velünk, és hát ugye, hát bazzek, hát hogyha Hudson el tudta kapni valahogy. Most rajtam, mi van rajtam ilyen izé? Valami speciális sisak. Igen. Hát lőj bele az meg a tűzbe, azt kész. Farid, gyerünk már, legyél tökös. Ne? Igen, mennék. De ez a szokásos izé, ez a tető lassan indul be. Nem? Miért megy ez ilyen? Bocsánat, lehet, hogy a 144 Hz miatt van, voltak ugye ilyen bug. Hát igen, megyek. Hát bazzom, most nem mire eljutok oda? Remélem, hogy nem ilyen gyorsan fog menni. Mi a fasz? Mert ugye volt a... Igen, megyek, várja már. Na. Na, talán most a gyorsabb egy kicsivel, ez az, gyorsul. Jó. Oké, gyerünk Farid, menni fog ez neked. Gyerünk Farid, ne lassulj le. Szóval az volt, hogy a Mafiánál volt az a, nem Mafia 2-nél volt az, amikor így bizonyos ilyen lassításnál, amikor ilyen izé slow motion volt, akkor ugye az egész játék így beszlow motion ült,
És nem csak arra a rövid időre, amíg kellett volna menni, hanem utána az egész játék. És kiderült, hogy a... Mi is volt? Ja igen, hogy a Virtual Sync, tehát ilyen 60 Hz-re kellett visszavegye, vagy 60 FPS-re a játékot. Hát most én ezt nem fogom megtenni. Ajaj. Gyerünk, fussál, Farid! Nem érdekel. Ó, nem. Mindegy, ez így nem lesz jó. Tehát mindig az nem jön be, hogy futni kell. Tehát néha ölni is kell egy kicsit. Jó, oké, megtanultuk. Farid. Jaj, nem áll most én. Ó, faszom. Jó, mindegy. Rohanjunk. Kell nekem ez a íze, ez a szabja. Jó. Ez mi a fasz? Nincs már ammum. Jó, a gyerekek, kéne fegyver. Outskirts. We'll regroup with our big
De meddig tölti ezt a szart újra, bazd meg, hát... Na, nem tudok persze kimenni, jó? Jó, checkpoint elérve. Ja, ez jó, ő velem van, bocsánat. Ja, várját, hogy a Farid, tehát ő a besúgó, mert ugye izé, volt valamilyen videós. Ugye volt ilyen videós bejelentkezés, és ugye Farid adott az amerikaiaknak ugye információt. Pazd meg. You knew that I would be here. Who betrayed me? Wasting your time. Ó, bazd meg, ez az izé. Ez a reket hangú csávó, aki megégett a Daviddel. Ne, bazd. És ez itt nem tudom megölni a Menendezt. De Menendezt szerintem nem tudom megölni. És gondolom akkor én is meghalok, nem? Jaj, most... Hát én most csak gondolkodtam, hangosan gondolkodtam, bazd meg! Nem, őt akartam megölni. Nem áll. És gondolom most lelövik. Ah, hi, Ottawa! Good morning? Yeah, hát good morning or afternoon for you. I guess I fucked up. És mi van? Ja, megint kifogyott a játék. Remek. Oké. Okay. It's frozen again. Fuck.
Néha kifajt. Sometimes it freezes. Maybe it's a bug or I don't know of this game. De most akkor, hogyha Faridot... De most... Jó, oké, ez nem érdekes. Igen. It's Hungarian. I'm in Hungary. In Budapest. Resume story. So sorry for I'm talking Hungarian. Some Hungarian people are watching, so that's why I'm talking in Hungarian. Oh, nem már. Most ez mi? De most... De most nem áll, most előre kell kezdeni ezt a szar missionnek kifagyott. Faszom. Na jó, mindegy, gyorsan gyerünk, toljuk le. Mert már izé, elég volt ennyi. Toljad neki gyors. Basz meg. It's buggy. I'm pressing the fucking forward and... Na. Az menni fog ez, Farid. Menni fog. Gyerünk, Farid. Hiszünk benned. Go, 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 Farid, ez az, faster, Farid! Na. Come on, Farid! Ez az. Ne, 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 állj meg, ne állj meg, don't, rush, rush, please! Hát, jó. good old Steam games. Istenem. Jó van, köszi, ezt most már ugorjuk át, köszi. De ezt nem is értem, tehát elmentette, tehát oké, hogy bebagolt ott a végén, vagy valami kifagyott, de hol van a mentés? Tehát, hogy szevaszarni. Tehát, hogy a végére értem ennek a tetves pályán, nem tudom mennyi volt vége, le kellett volna lőnöm ugye, vagy az amerikai csávót, vagy ezt, de gondolom, hogy nem tudtam volna. Jaj, köszi, nyúszi! Ezt a pályát az előbb már befejeztem, tehát a végén voltam, csak kifagyott ez a tetves játék, és nem elég, hogy kifagyott, de igazából nem... Tehát a legelejéről kell kezdenem a pályát. De bazd meg! Jó, ez gyors... Most már tudom, hogy merre kell menni, azt gyorsan, gyorsan megoldom itt a problémát. Ajaj. Ajaj. Halbala, hablabla. Így kell gyorsan végrásolni mindenen, ez az, történjünk, van. Ugye ott vagyunk.
Ajaj. Nincs már ammóm a picsába. Na, milyen hamar a végére értünk? Azért ez mennyi volt? Tehát így a első nekifutása volt 20 perc, most így kb. 5. Így kell végigrásolni, gyerünk. Hát nem tudom, ha kifagy, akkor... De ez most jó végigrásolni. Nem, most le fogom lőni az izért, az emberünket. Szerintem nem fagy ki. Tehát igen, az amerikai hadsereg ennyire amatőr, hogy ott röpköd egy ilyen repülőgép, egy szuper profi, ultramodern, mindennel felszerelt repülőgép, és csak úgy oda megyünk egy a Menendez elé, vagy fölé, aki ott áll egy rakétával, várólnézetű rakétával a kezében. Igen. Tehát ez valóságos. Jó, tehát nem szabad gondolkodnom, megkerül. Há, így van, oktatok, figyelj. Nem teszem meg, de megteszem. Na, mit kell megnyomni? Oh, buzzing. Salazar, primary sat. Multiple eagles down. Request immediate medevac. LC Sparrow. Hát kapjuk el Menendezt. Figyeljetek, most elkapom. Lehet, hogy már nem lesz izé. És mit kell izé targettolni? Az meg, ez honnan jött mögém? Tehát a Citadellához megy, nem a budapestihez, hanem... Hello.
De nem tudom, honnan lőnek, bazd meg. Nem tudom, hogy honnan... Fú, bazd. Hát de valahonnan akkorákat kaptam, hogy... Jó. Jó, de pedig eljutottunk már. Ki az anyám lő? Most meg egy gránát, de honnan a... Tehát ki az anyám dob oda egy gránátot, amikor közel-távol senki nincs hozzám? Tehát valaki az égből odapottyant egy gránát hozzám. Picsába. Ajaj. Rás van. Ja, de a hídra kell jutnom, oké. Aha. Nem látok, bazd meg, semmit. Velem van. Vedd már fel azt a... Jó. Menendez! Secure him! Thank you, David. Help me seek a new world. Na jó, ennyi volt. Most ezzel gondolom nem ért véget, vagy gondolom nem kaptuk el. Bármint, hogy elkaptuk, ezt értem, csak hogy ez... Vagy nem öljük meg, vagy... Unhandled exception code, bazd meg. Ezt nem hiszem el...
Hát figyelj, én most nagyon remélem, hogy hogy nem szerintem ezt elmentettem, meg tuti, hogy most már hát azon a faridos részen már túl vagyunk, de most azért leellenőrzem. Sajnos az a, hogy ilyet csinált, tehát ez már volt korábban is ezzel a szarjátékkal, hogy mapok váltásánál, vagy missionok váltásánál, de egyszerűen bebuggolt. Resume. Yes. Igen, interrogate, jó. Jó, tehát a következő lépcsőfok ugye az lesz, hogy interrogálni kell, tehát ki kell hallgatni Raúl Menendezt. Én most már ebben nem vágok bele, vagy belevágjunk, nem tudom. Tudja valaki, hogy mennyi van hátra? Mert hogyha tényleg mondjuk ez az utolsó pálya, hogy ki kell hallgatni. De nem hiszem, tehát most én azt gondolom, hogy feliratkozó, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ha még most kihallgatom, akkor tuti, hogy lesz valamilyen bonyodalom, még valószínűleg el fog menekülni. Ha elmenekül, akkor legalább még egy ilyen 2-3 mission, amíg megint kergetni kell őt. Tehát nem hiszem, hogy az lesz, hogy kihallgatom, és utána lelövöm. És akkor vége van a játéknak. Úgyhogy, hát nem tudom, én nem vágnék bele. De már így is másfél óra volt az adás, úgyhogy nekem még most van más dolgom is, illetve videót kell még most csinálnom, meg ezt a videót, mert még ugye össze kell állítanom, hogy holnap már meg tudjátok nézni. Úgyhogy szerintem én úgy érzem amúgy, hogy jövő héten hétfőn ezt már befejezzük. Ugye ez volt most a harmadik rész, általában a Call of Duty-nak a mostani, a legutóbbi részei azok ilyen, hát ilyen 4-5 adás alatt így véget is értek, úgyhogy én azt gondolom, de aztán lehet, hogy nincs így, hogy szerintem a jövő következő adásban már nem csak, hogy kihallgatjuk ezt a köcsögöt, hanem még le is lőjük majd a végén, de gondolom még lesznek bonyodalmak. Úgyhogy ebben most már nem megyek bele, mert lassan már másfél óránál tartunk, és bőven túlléptem azt az időt, amit most a mai adásra szántam, meg szerintem nektek is ennyi bőven elég volt most így, és egy kicsit mondjuk úgy, hogy olyan izgalmasabb résznél hagyjuk abba, egy eléggé felfokozott rész után, leszámítva mondjuk ezt a bugot, hogy újra kellett játszanom egy egész missiont, ami először mondjuk egy negyed óra volt, utána meg egy ilyen 5 perc se kb. Tehát így végrásoltam az egészen. De mindegy, hát így kell. Már amelyiket így kell, van amelyiket meg nem, de a legtöbbet rásolni kell, úgyhogy hát a következő alkalommal is tolni fogom ezerrel. Gondolom az interrogétes, tehát a kihallgatásos rész ez nem annyi lesz, hogy ülünk a Menendezzel szembe és így pofozgatjuk valami ilyen gumicsirkével, hanem lesznek itt is még fordulatok, úgyhogy a jövő hétfőn meglátjuk, hogy mire jutunk ezzel az űrgével, és hogy vége lesz-e. Ha vége lesz, akkor természetesen jön majd a Black Ops 3, és utána már csak, hát most így hirtelen, most akarnék puskázni, de mármint, hogy puskázni is fogok, de ugye megnézem, hogy így van. Köszönöm szépen, Call of Duty. Call of Duty sorozat. Na igen. Wikipedia. Na szóval, azt mondja, hogy a Call of Duty sorozat az úgy néz ki. Főbb részek. Call of Duty. Black Ops. De időrendi sorrendben. Igen. Szóval ott vagyunk Modern Warfare 3, Black Ops 2. A Ghosts-nak nem tudom, hogy van-e. Hát igen, mondjuk a Black Ops 2 meg a 3 között ugye van két rész, van a Ghosts meg az Advanced Warfare. Mármint az időrendi megjelenésben, de én azt gondolom, hogy ha jól emlékszem, ezt mondta a kollégám is, hogy érdemes lesz a Black Ops 3-mal folytatni. Noha időrendi sorrendben ez nem ezután a játék után jött közvetlenül, hanem még ugye jött a Ghosts. És utána jön a Ghosts, Advanced Warfare, Infinite Warfare, WWII. Ó, van Black Ops 4 is? Hát lehet, hogy a Black Ops 4 is lesz majd. Tehát lehet, hogy akkor most a Black Ops sorozatot fogom végigjátszani, mert gondolom egészen a 4-esig ezek összefüggésben állnak egymással, de majd utána olvasok, hogy mennyire érdemes egymás után játszani. Azt hiszem, hogy a Black Ops 3-at még igen, tehát hogy nyilván lesz még ennek, tehát lesz összefüggés a 3 meg a 2 között, a 4-et bennem vagyok biztos, és hát utána, mert igazából azt nem tudom, hogy az Infinite Warfare, mik voltak az Advanced Warfare, Ghosts, Infinite Warfare, ezek között van egyetlen reláció, valami kapocs, vagy mert Windowsra megjelentem, hogy mindegyik, ahogy elnézem, úgyhogy még van pár rész, de jó hír, hogy most már elég a vége felé járunk, tehát még lesz egy Black Ops 3, egy 4 is, és elvileg utána már, hogyha a többinek van még
ilyen mission módja, akkor azt mondja, hogy Ghosts, Advanced Warfare, Infinite Warfare, az ugye plusz 3, VV2, az 4, 4 meg 2, tehát még egy 6, 6 rész van. És ugye Warzone, ha jól tudom, akkor a Warzone-nak nincsen izéje, story módja, de javítsatok, hogyha ha tévednék. Úgyhogy igazából egy... Nem tudom, és az is lehet, hogy az imént felsoroltaknak nem mindegyikének van már sztori módja, úgyhogy elvileg, hát a Black Ops 2-3-4-nek még tuti, hogy van. A kérdés az, hogy a maradék 4-nek igazából van-e. Ha van, akkor kb. Ilyen 6 játék van hátra. Én azt mondom, hogy a nehezén már, ugye a nagyján már amúgy túl vagyunk, mert ugye volt, hát na most én össze nem számolom, hogy hány Call of Duty volt már eddig. Ugye volt a Modern Warfare sorozatból 3, a Black Opsból ugye ez már a második, az már 5, és ugye még azelőtt volt vagy 3 vagy 4 Call of Duty rész, ami simán csak Call of Duty volt. Úgyhogy szerintem már többet teljesítettem, mint amennyi hátra van. Úgyhogy hamarosan ünneplünk, mondjuk évvégén talán, de hát tényleg lehet, hogy évvégére, tehát ilyen karácsonyi ajándék. És közben amúgy csak egy információ, nem tudom, hogy meddig fog tartani, ugye szerintem szerdára előrehozom a GTA 4-et, és csütörtökön lesz majd így csak egy Beaver Planet Earth, pénteken pedig a Plague Tale Innocence. Hogy a Beaver Planet Earth-t néztem, és hát még biztos, hogy lesz belőle jó pár rész, mert hát azért gondolom, hogy most ugye ott van a nyári időszak, aztán gondolom lesz őszi, tehát itt most ilyen évszakokra vannak felbontva a pályák. És azon gondolkodtam, illetve Mókika írta, illetve adott ilyen tanácsot, de aztán lehet, hogy szavazásra fogom bocsátani, csak berakom a szavazási vagy a szavazati lehetőségek közé, és ti meg majd akkor szavazatok rá serényen, hogyha azt akarjátok. Egy olyan játékot dobott föl, ami hát valószínű, hogy inkább a Beaver Planet Earth után fog következni, mert valószínű azt fejezem be, hogy a leghamarabb, ugye a Call of Duty sorozat még tartani fog, GTA-ból még lesz egy GTA 5 is, illetve a Plague Tale Innocence-t azt ugye most kezdtem, és ugye amit javasoltál, az a szomszédos, ez a, mi volt a neighbor, watch your neighbor, vagy mindjárt szóval, hogy a szomszéd után kell nyomozni, és hogy általában a leírásra tekintve, ez egy thriller játék, de én belenéztem, és ilyen tök kis aranyos, ilyen kis rajzfilmszerű grafikája van, meg tehát olyan, nem tudom, én nem találtam parának, aztán lehet, hogy van benne paradész, nem tudom, de ezt javasolta, úgyhogy valószínű, ja, hello neighbor, de inkább én azt mondom, hogy lehet, hogy ezt szavazásra fogom bocsátani, ott lesz majd a techbarat.hu-n, de ez még odébb van, tehát ez majd csak a Beaver Planet Earth után, és akkor lehet majd rá szavazni is, nyilván így az érdeketek lesz az, hogy megnézzétek a weboldalt, és gyűjtsetek embereket, minél többet, és kampányoljatok mondjuk egy-egy játék mellett, ha éppen azt akarjátok. Nagyon azért nem kell túlzásba vinni, mert nincs több ezer szavazat sajnos az ilyen szavazásokon, úgyhogy általában ilyen 2-3 szavazattal már meg lehet nyerni egy ilyen szavazást. De ha szereztek mondjuk 10 havert, megkértek, hogy menjen föl a techbarat.hu-ra és szavazzon majd erre, a 10 szavazattal szerintem torony magasan azzal a következő 3 szavazást is meg lehet nyerni. Úgyhogy, de ne így legyen aztán sok-sok ezer szavazat, és ebből kifolyólag aztán még több feliratkozó a csatornára. Úgyhogy az is lesz majd akkor a lehetőségek között, de ez még odébb van. Illetve, amit amúgy ajánlok figyelmetekbe, az, hogyha fanolni szeretnétek, egy jót, akkor a Bro Falls nevű játékot mindenképpen töltsétek le, a tesó esik, vagy esik a tesó, tök mindegy, ahogy lefordítom magyarra, vagy nem tudom, hogy van ennek magyar megfelelője, ahol ilyen nagyon cuki zöldségekkel, gyümölcsökkel, szendvicsekkel kell különböző ilyen nagyon jó akadálypályákon átjutni, úgyhogy közben ott van 60 másik zöldség, gyümölcs, meg egyéb mindenféle élelmiszer, és ugye egymást is tudjátok lögdösni, és ilyen szűrő módjára, tehát mindig kiesik a fele kb. Így a társaságnak, és akkor a végén a döntőben marad, nem tudom, 10-valahány ilyen kis karakter, és akkor ott így püfölik egymást egy ilyen valamilyen terepen, és akkor aki győz, az lesz ugye a 60 közül a legfaszább. De nyilván, hogyha valaki nem jut el a döntőig, az is kap valamilyen helyezést, meg kap majd pontokat, meg ilyesmit. Én nagyon-nagyon jó játéken amúgy tegnap töltöttem talán le, és egy kicsit játszottam vele. Nem egyszerű amúgy eljutni, tehát kurva nehéz az akadály, de tehát aki nagyon komolyan veszi, az lehet, hogy annak nem lesz kikapcsolódás, de amúgy egy nagyon fán játék, úgyhogy ajánlom mindenkinek. A Bro Falls, mint a tesó esik névre, vagy magyar fordításban tesó esik, Fall Guys Copy. Ja, Fall Guys Copy. Azt nem ismertem. Egy Joker ajánlottam ugye ezt a Bro Falls-t, úgyhogy megnézem. Még beta verzióban van, éppen ezért még ingyenesen letölthető Steamen, úgyhogy ha beszerzitek, szerintem akkor, ha már végleges verziót fognak
kiadni, akkor gondolom a tesztelők, vagy akik már korábban beszerezték, azok meg azok lehet, hogy meg is kapják ingyen, vagy valami kedvező áron. Na, ez majd kiderül, de egy nagyon, nagyon mókás játék. Megnézem majd akkor ezt a Fall Guys-t is, mert akkor lehet, hogy koppintás. Ez olyan, mint a Paladins is, ugye az Overwatch-nak a koppintása, de legalább ingyenes, és ugye most Móki például nagyon rá van kattanva a Paladinsra, úgyhogy majd lehet, hogy azt is fogok vele tolni, hogy ma este azt nem tudom, de lehet, hogy Chait is, vagy Paladins, vagy mindkettőt, meglátjuk. Na, ennyi voltam már, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszi szépen. Igen, valami magyar nevet láttam, mint hogyha valami Bence Corp, vagy valami ilyesmi, tehát ilyen magyar név lett volna a fejlesztőknek a nevében. Úgyhogy az is lehet, hogy a magyar fejlesztés az a Brofalls. Mindenképpen próbáljátok ki. Hol tartottam? Búcsúnál. Köszönöm szépen Arninak, köszi Mókinak, alias Newsikának. És még a többieknek, Penny Macnek, thank you Penny for watching me so early in Canadian time, Ottawa, hello, Ottawa, everyone. Nem tudom, hogy nézték-e amúgy, de mindegy, ha nem, akkor nem, de lehet, hogy visszanézik, mert azt mondták, hogy ez a kedvenc játékuk. Black Ops 2 will continue next Monday, in our time it's 8 p.m., in your time it's... mit írtak, hogy itt 3.17 volt, 21.17, akkor az, it's 2 a.m. Hát, szar lesz nekik. Na, köszi még egyszer, szevasz Arni, szevasz mindenkinek, a ja, Viktort is, még itt volt Fletó is, a Gyurcsány Feri, a Lári Fári. Legközelebb, mikor találkozunk? Szerdán fogunk találkozni GTA 4-jel, tartsatok ki addig is, szerdán pedig jön majd a teszt, illetve tablet összehasonlítás, utána meg még a többi is majd a elkövetkezendő hetekben, úgyhogy iratkozzatok fel, aki még nem tette meg, és lájkoljátok a videókat. Jó éjszakát mindenkinek, szervusztok!